Nekem semmi másról nem szóltak a 20-as éveim, 19 éves koromtól 27 éves koromig, csak munka, ahol felmentem a színpadra, és tudtam azt, amikor lejöttem, hogy bár szerették, és tök nagy siker volt, de hogy gyakorlatilag abból, amit tudok adni, abból semmit nem adtam, mert a saját kínommal, a saját fájdalmammal voltam elfoglalva, és abban tocsogtam. Nem nagyon volt olyan az életemben eddig, amire vágytam, és nem értem el. Lehet, hogy nagyon sokat kellett rá várni, de mindig megtörtént. Kicsit nekem az jutott eszembe, hogy a zene, amilyen lett így lelassítva, mint amikor az ilyen régi filmekben így a lovon így lassítva jönnek be a városba a honfoglalók, és hogy olyan sztorikkal jöttek, amitől úgy hirtelen földbe gyökerezett a lábam. Azt kívánom, szeres, hogy éld meg a jót, mostak majd a zene, csak tépd el a láncot, forog a világ, mint dalomban a szó. Szabó Szilvia. 1982-ben született Szegeden. Autodidakta módon tanult meg énekelni, 16 éves korától aktívan énekel. 2001-ben az újonnan alakuló Nox énekesnője lett, ez hozta meg számára az országos hírneve. A zenekar számos zenei díjat, arany és platina lemezt tudhat magáénak. 2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ausztráliában és Angliában is élt, ahol szóló karrierbe kezdett. 2022. novemberében 13 év szünet után a Nox újra összeállt, teltházas aréna koncerttel indították ismét útjára a zenekart, április végéig országszerte turnéznak. Sziasztok, mindenki, mai vendégünk Péter Szabó Szilvia. Szilvi, szia, üdvözlünk itt a Reflektorfékben, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Örülünk nagyon, hogy itt vagy velünk. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről lehet beszélni veled kapcsolatban, és fogunk is, de mielőtt belekezdenénk bármibe, szeretném ismertetni veled a beszélgetés alatti feladatodat. Uh-huh. Látsz magad előtt egy koktélt, amit igen, neked készítettünk. Nagyon szépen köszönöm. Az lesz majd a feladatod a beszélgetés alatt, hogy kitaláltam, milyen összetevőkből áll. Aha. Nyugodtan kóstolgasd, ízlegesd, ha a beszélgetés közben eszedbe jut bármi, ami benne lehet, akkor nyugodtan vágj közbe, és a végén szerintem egyet sem fogok eltalálni, de majd igyekszem. Öt összetevője van, úgyhogy annyiban gondolkodj. Okay. De szerintem amúgy nem nehéz. Meg reméljük, hogy finom, ízlik. Meg is kóstolom, várja. Nem nehéz, mert mi raktuk összetet. Hát így összekocsvasztattuk, tudod. Reméljük, hogy nem vagy allergiás, nem utálod az ízvilágát. Neki állnék feldagadni. Nem lenne vicces. Iható? Ötletem az már van, de majd később. Jó, még ízlegetem. Hát itt lesz egy egész beszélgetés. Péter Szabó Szilvi, Nox, azért ez a kettő elég sokáig mondhatjuk, hogy kéz a kézben járt. Ugye te Tomival, illetve többetekkel karöltve létrehoztatok azt, ami annak idején nagyon újnak és extravagánsnak számító zenei produkció volt, ami nem csak hangzásvilágban hozott egy, mondhatjuk, hogy új hullámot a magyar zenei piacra, hanem képi világban is rendkívüli volt, hiszen ugye olyan show elemeket tartalmazott, ami itthon akkor még újnak számított, és tényleg nagyon különlegesnek. És hát nem tehetjük meg azt sajnos, hogy nem ezzel kezdjük a beszélgetést, hiszen ez egy nagyon aktuális téma most. Az bizony. Hiszen ugye 13 év után ti a felbomlás után újra összeálltatok a Nox-szal, és régi Noxos tagokkal együtt
járjátok az országot, éppen most a tavaszi turné közepén tartotok. Viszont ugye hát sok idő telt el, és azért mégiscsak 13 év rengeteg minden történt veled, azért szakmailag, előadó művészileg fejlődtél, nagyon sokat tapasztaltál, illetve magánélet terén is azért rengeteg minden történt. Külföldön jártál, külföldön éltél, megtaláltad a párod, kislányotok született. Ennyi mindennel a hátad mögött, ennyi tapasztalattal, és tényleg ennyi mindennel milyen érzés most így újra elővenni ezeket a dalokat Noxos közegben, illetve Tomival és a tánckarral színpadra lépni, és újra a Noxos produkciót színpadra állítani. Igazából tényleg nagyon sok idő eltelt, de azért én az elmúlt 10 évben folyamatosan aktív voltam. Gyártottunk új dalokat, de annyira egyértelmű, hogy azért egy 21 éves pályával a hátam mögött a közönség arra volt szólóban is kíváncsi azokra a dalokra, azokra a hangzásvilágra, ami annó volt. Úgyhogy természetesen az elmaradhatatlan nagy slágerek azok mindig felcsendültek az összes koncerten. Viszont most, hogy úgy minden visszaállt ugye a régibe, és talán egy kicsit több is lett, mint régen volt, valami olyan bakancslistás érzés kerített újra hatalmába, amire nagyon rég vártam. Tényleg kerültek elő olyan dalok, amiket nagyon régen vittünk színpadra. Az, hogy újra ott van a Tomi mellettem, és igazából segíthettünk neki abban, hogy visszatérjen ahhoz, ami az ő valódi hivatása és az ő valódi helye, ez nagyon sokat jelentett. Aztán nagyon furcsa az, hogy az elmúlt 10 évben egyeduralomban voltam a színpadon úgy teljes mértékben, tehát aki járt az elmúlt években Szilvi koncerten, azt tudja, hogy én keresztbe hosszába oda-vissza, keresztbe kasul felszántottam a színpadot. Sőt, egyébként az egyik stábtagotok, Márk is tudja, aki ugye professzionális koncertfotós, hogy amikor én kisbabát vártam, ő fotózott bennünket a Barbanegrában, és hát én 6 hónapos terhesen, mint egy ciklon úgy rohangáltam a színpadon, és olyan képei vannak, amire így utólag is azt mondtam mindenki, hogy hát egy tipikus kismama. És tehát akkor te egy energiabomba vagy lényegében. Hát én nagyon, és akkor annyira hozzászoktam azért az elmúlt 10 évben ehhez, hogy most, hogy újra koreográfia van a hátam mögött, nagyon észen kell lenni a színpadon. Azért a táncosaink kaszákkal, botokkal, láncokkal, fáklyákkal, mindennel is táncolnak. Tehát azért ebből tud lenni, hogyha az ember nem figyel oda, probléma. De természetesen minden professzionálisan be van gyakorolva, és minden nagyjából úgy visszajött koreográfiák tekintetében is, mint ahogy régen volt. De imádom újra azt a nagy pörgést, és akkor megyünk, és csarnokok, és nagyon jó. Hát elhiszem. Hát ezt én is. És milyen volt azt a 2000-es évek elején megélni egyébként, hogy az egész ország megismert így hirtelen? Tehát azért a legsikeresebb zenekarok egyikében voltál, ami azért szerintem némi kiszolgáltatottsággal is jár. Tehát gondolom volt ilyen, hogy elvetted a házadat, és az emberek megrohamoztak, akár egy autogramért, egy fotóért, egy-két jó szóért. És ugye nem csak a pályád elején voltál akkor, hanem a 20-as éveid elején is, amikor azért még az ember személyisége fejlődik, formálódik, alakul. Hogyan élted ezt meg? Milyen pozitívumokra vagy negatívumokra emlékszel esetleg ebből az időszakból? Hát igazság szerint én ugye 19 éves voltam, amikor ez az egész úgy elindult és berobbant. Furcsa volt az első időszak, mert annyira új volt, amit csináltunk, akkor még annyira nem nyúlt hozzá senki a magyar népzenéhez a populáris rockzenével párosítva, vagy bármi populáris dologgal párosítva, hogy elkezdtünk járkálni, fellépni. Ugye az első lemezeinken még echte általános iskolás népdalok voltak, mint Hely Dunáról fúj a szél, erdő, hullaszilva a fára, stb. Hogy így mindenki csak így állt, és így nézett, hogy okay, ez micsoda? És utána jött a Dalnokok Ligája, az egy TV2-es showműsor volt, ami én nagyon sajnálom, hogy azóta sem lett megismételve, hiszen iszonyatosan nagy siker volt, és nagyon szerette a közönség. Olyan nézettségi rekordokat döntött a műsor, hogy hihetetlen, és mi ezt megnyertük a Tomival, de akkor ugye még nem voltunk annyira ismertek. És valahogy szerintem ott indult az el az emberekben, hogy úristen, nézzük már meg, hogy ez a két gyerek, aki így itt hétről hétre ilyen produkciókat rak össze, úgy egyébként mit csinál, egyébként mit tud, és akkortájt jelent meg ugye a 100-szor elej még című dalunk, és hát az pillanatok alatt, annak ellenére, hogy az akkori Danubius Rádió, ami ugye a leghallgatottabb és a legnagyobb rádiója volt az országnak,
kategorikusan kijelentette, hogy csak a testükön át, mert hogy magyar népzene biztos, hogy nem fog magyar rádióban menni, és hogy szó szerint megkaptuk, hogy nem vagyunk Danubius kompatibilisek. De aztán annyit kérték az emberek kívánságműsorokban, meg mindenhol, mert mi ugye jártuk vele az országot, hogy minden idők, akkori idők legjátszottabb dala lett a Százszor ölelj még, és annak a dalnak a kapcsán mi 2004-ben közel 400 bulit csináltunk meg egy év alatt, ami nagyon kifacsarta az embert, tehát gyakorlatilag visszatérve a kérdésed miben létére, pillanatok alatt csöppentem bele egy olyan világba, ami az álmom volt, de közben sokkal nehezebb volt, mint ahogy azt elképzeltem. Én nem azt a tipikus húsztár lettem, éljünk, mint Marci Hevesen életet éltem, ami sok mindenkire jellemző, amikor ismert lesz. Én nem jártam szórakozni, nagyon-nagyon-nagyon vigyáznom kellett az imidzsemre, hogy azért mégis akkoriban, meg még most is nagyon sokan mondták azt, hogy én vagyok a magyar nép turulmadara, és a hit, és a szeretet, és a remény, és hogy amit adunk a színpadon, és ebben nagyon sok minden nem fért bele, és hál' Istennek ösztönből is jött nekem, hogy nem fért bele, mert én alapjában véve egy 2000 fős faluból jöttem Szeged mellől, Csongrád megyéből, ahol tényleg egy tipikus, egyszerű diáklány élete vett körül, vagy életét éltem, és ez a vidéki egyszerűség valahogy megmaradt ebben a történetben, és nekem semmi másról nem szóltak a 20-as éveim, 19 éves koromtól 27 éves koromig, csak munka, és nem bánom igazság szerint, mert utólag bepótoltam sok mindent, ami akkor kimaradt, de tényleg volt olyan, hogy mentem az utcán, és lépten nyomon jöttek oda. Autogramért, fotóért. Nagyon sokszor volt, hogy elfelejtettem, hogy ja, én ismert vagyok. Jó, tényleg. Bocsánat. De viszont az érdekes, hogy a magyar nép, mint olyan, tehát a magyar ember, az nem egy rajongó típus. Tehát olyan szempontból nem rajongó típus, hogy nincs ez, amit mondjuk az amerikai filmekben látunk, hogy tényleg így kijön egy szállodából egy Brianna vagy Beyoncé, és wow, megrohanják, és úristen, hanem inkább az a jellemző, hogy nem biztosak benne, hogy jól látják, hogy te most frankón ott vagy az egyik bevásárló közül, hogy? Tehát, hogy megismernek, de nem tudnak hirtelen hova tenni, hogy honnan vagyok ismerős, akkor úgy néznek sokáig, és mikor leesik, akkor főleg a fiatalabbakra volt ez jellemző régen, hogy tudtomra hozták azt, hogy megismertek valamilyen formán, de nem úgy, hogy oda jöttek, hanem úgy nagyon hangosan kezdtek el róla beszélni, hogy én biztos meghalljam, hogy ők engem megismertek. De családok sokszor jöttek oda pici gyerekkel, azokat nagyon szerettem. És ez egyébként nem volt a válladon teher, vagy nem egy nyomás, hogy említetted, hogy a magyar nép turulmadarának tekintenek, vagy ez nem volt egy ilyen, hát pressure. Felelősség. Felelősség az. Felelősségnek felelősség, mert nagyon sok emberhez tudtunk szólni. Tehát nagyon nem volt mindegy az, hogy akár a színpadon, akár egy interjúban mi az, amit mutatsz, mi az, amit kommunikálsz, meg példaképpé válsz. És rengetegszer volt az egyébként a Tomival, hogy egy-egy, főleg dedikálások után, ahol közvetlen kapcsolat tud kialakulni a közönséggel, sokszor volt, hogy olyan sztorikkal jöttek, amitől úgy hirtelen földbe gyökerezett a lábam. Voltak ezek a gyásztól elkezdve az esküvőkön, gyermekszületéseken és mindenen át, és ott valahogy úgy 20 pár évesen, amikor tudatosul az emberben az, hogy mennyire beengednek az emberek az életükbe, az otthonaikba, a fájdalmaikba, az örömeikbe, hogy ez mennyire nagy dolog, és mekkora megtiszteltetés, és ezzel nem szabad visszaélni, és maximálisan mindig oda kell rá figyelni, hogy mindent megadjunk nekik, mert mi vagyunk a közönségért, és nem fordítva, akkor azért úgy sokszor elgondolkodtam a buszban, és mondtam is a Tominak egy csomószor, hogy te tisztában vagy vele, hogy mit csinálunk? Tehát, hogy oké, megyünk, és toljuk, és nem tudom, de hogy így embereket segítünk át dolgokon, és volt, aki mondta, hogy nem tudom én, meghalt az édesanyja, és ha mi nem vagyunk, akkor belehalt volna, mert a dalaink adtak erőt abban, hogy ezt az egészet mondjuk átvészelje. Tehát nagyon sok olyan történet volt az elmúlt 20-21 évben, ami azért úgy
rákopint az ember fejére, hogy óvatosan, mert nagy hatalom a kézben a színpadon állni. Ez nagyon megható, meg nagyon meg tudja érinteni az embert, amikor ilyen történetekkel találkozik. Nagyon. Hát én rengeteget, én is rengeteget hallgattam a dalaitokat, és szerintem ezen nőttünk fel lényegében gyerekkorunkban. Szóval nekünk elég meghatározó, nekünk is. Arra emlékszem, hogy nekem a Forogvilág az nagyon közel áll a szívemhez, mert amikor ez megjelent, akkor mi a tesómmal olyan 6-8 évesek voltunk, és ez volt a családnak az utazó zenéje az autóban. Mert mi állandóan ezt akartuk kérni, hátul a kis Mikka Makka, addig verte a széket, amíg nem jött a Forogvilág. Komolyan. Szóval, hogy igen, nagyon érdekes, hogy mennyi korosztályhoz eljutok. Tehát tényleg igen. Fiatalokhoz, idősekhez, középkorúakhoz, hogy mennyire olyan zenét játszatok, ami mindenkinek... Amiben mindenki megtalálja magáit. Tehát nyilván 6 évesen üzenetet, nem értettem, igen. Hogy miről szól a Forogvilág. Viszont adott egy olyat, dallamvilága, egy hangzása, igen. Ami egy 6 éves gyereket is megfogott. Én szerintem ebben az a titok, hogy ugye akkor, amikor elindultunk, akkor ugye lettek szülők, akik szerették. Hallgatták, ezáltal a gyerekek is megszerették. Legfőképpen amiatt, mert ugye a magyar népzene letagadhatatlanul ott van a zsigereinkben. Tehát, hogy a magyar népzene az valahogy úgy hat a magyar szívre, mint nagyon kevés más dallam valamiért. És most nem feltétlen a nagyon autentikus, nagyon népire gondolok, hanem magának a hegedűnek a hangja, az a dallamvezetés, ami ezt jellemzi, azok a harmóniák, amik ezt jellemzik. És például nagyon sokszor jött vissza, hogy úristen, olyan érdekes, dedikálásokon mesélték ezeket így anyukák, hogy a pici még semmilyen zenére nem reagál, csak is a miénkre, hogyha megszólal a hegedű, akkor mondjuk elkezd rá bulizni, és elkezd rá tombolni. És ez a generáció, ti, akik akkor voltatok mondjuk 6-8 évesek, az így elkezdett felnőni, megmarad, majd, hogyha nektek lesz gyereketek, lehet, hogy be fogjátok majd neki tenni ezeket a dalokat, ugyanúgy, mert mondjuk könnyű rá altatni, tényleg el lehet bulizni a kicsikkel is rajta, és ez így generációról generációra valahogy így lépked tovább. És az egyik legaranyosabb sztorink az volt, képzeljétek el, hogy nagyon sok évvel ezelőtt, még talán ebben a 2004-es időszakban, volt egy nagyobb városi rendezvény, ahol felléptünk, és a buli előtt elkapott a színpad mellett volt egy ilyen elzárt rész, de valahogy bejutott egy anyuka egy karján egy csecsemővel. De tényleg lehetett ilyen 6-7 hónapos a pici, és hogy tudja, hogy mindjárt színpadra megyünk, de mennie kell a kicsit tisztába rakni, meg etetni, de hogy nagyon gyorsan írjunk már neki alá. No, persze, mire szeretné, hogy szeretné, mert pont nem volt nálam semmi. És akkor a kezemben nyomott egy pelenkát, nyilván tiszta pelenkát, és hogy erre szeretne aláírást kérni. És akkor úgy el is mosolyodtam, hogy nem mondom, ilyenre még sose írtam alá, és mondta, hogy ezt el szeretné tenni, és hogy majd amikor majd felnőtt lesz a kicsi, akkor majd milyen jó lesz ez, hogy neki egy pelusa van aláírva, tehát hogy ennyire régi a rajongás. És akkor telt az idő, ez úgy aranyosan megmaradt bennem ez a történet, és képzeljétek el, hogy tavaly nyáron a Szilvi 20-as jubileumi turnén dedikáltam, és le voltam hajolva, és az asztalon így oda csúsztatták ezt a pelenkát, és így felnéztem, és ott állt előttem egy 20 éves lány. És így néztem rá, így leesett a sztori, és mondom, úristen, most ezt nem mondott komolyan. És ő volt az a kicsi, aki az anyukája karján volt akkor, és mondta, hogy egyébként már jegyben jár, és hogy akkor volt egy-két hónapos terhes, és mondta, hogy hát ő ezt tovább fogja vinni, mert ez neki egy csoda, és én így teljesen így lefagytam. Tehát, hogy láttam valakit tényleg babaként, és aztán ott állt előttem egy gyönyörű felnőtt nő, aki ragyogott, és emlékezett erre az egészre, tehát, hogy ennyire nagyon megmarad, és ennyire nagyon fontos az, hogy ott akkor, ha én azt mondom, jaj, nem érek rá, mennem kell színpadra, és nem írom ezt alá, akkor ott annak vége van, mert hogy az angol mondja tök jól, hogy you never get a second first impression. Aha. És ez tényleg így van, és nagyon oda kell figyelni a hétköznapokban is, meg mindenhol, ahol egy kicsit egyébként zavaróbb most már, hogyha megismernek, amikor anyukaként csinálok valamit a gyerekkel, elviszem edzeni, stb., akkor mindig ilyen baseball sapka behúzom, hogy a többi anyuka azért ne annyira ismerjen meg, mert ott én egy egyszerű szülő vagyok ugyanúgy, mint a többiek. Akkor egy picit zavar, de amúgy nem.
Egyébként említettük már az interjú elején, meg te is nagyon sok interjútban beszéltél erről, úgyhogy nem is szeretnék sokáig erről kérdezni téged, de hogy azért mégis az életednek meghatározó része volt az, hogy te külföldön is éltél. De hogy ennek is az az érdekessége, hogy te ott a nemzetközi piacra gyártottál zenét, és lépkedtél fel a külföldi zenei piacnak a lépcsőfokain. Te ezt hogyan élted meg, hogy úgy írtál oda szöveget, meg úgy készítettél oda dalt, hogy teljesen más mentalitással és munkamorállal, életfelfogással találkoztál ott? Ez milyen élmény volt? Igazából nagyon érdekes volt egy teljesen más típusú, ahogy említetted, munkamorált megismerni, hogy hogyan dolgoznak kint. Kint minden szerzővel, akivel együtt dolgoztam, közös volt a munka. Együtt csináltunk egy csomó mindent, együtt ötleteltünk sok mindenen, és sok mindenkivel dolgoztam együtt ebből kifolyólag. Talán az egyik legnagyobb név, akivel sikerült együtt dolgozni, ő Labyrinth-nek a bátyja, akinek McQuan a művész neve. Uh-huh. Őt úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen kb. 2 méter magas feka állat, és nagyon jól néz ki, és tud így bejön, és olyan, mint a filmekben, és ilyen nagyon jó stílussal, ilyen nagyon laza volt az egész, és az ő barátnője volt a Jensen Soyal, akivel közösen készítették a dalomat. McQuanról annyit kell tudni, hogy ő Amy Winehouse-tól elkezdve rengeteg brit és nemzetközi sztárral dolgozott együtt, és írt nekik lemezt, dalt, stb. Úgyhogy kicsit úgy meg volt remegve a térdem, tehát ő volt az egyetlen, ahol ő annyira tűpontosan tudta, hogy mit akar hallani, hogy akarja hallani, hogy a feléneklésnél mi milyen hosszan legyen tartva, mert ott ő majd ezt fogja meg, azt fogja behozni és csinálni. De nagyon-nagyon jó érzés volt velük együtt dolgozni. Angolul szöveget írni az sokkal könnyebb számomra, mint magyarul, mert magyarul is szoktam azért próbálkozni vele, viszont olyan, mintha az angol nyelvet, ezt nagyon sok előadó mondta már, éneklésre találták volna ki. Legtöbb esetben egyhangzós szavaik vannak, amiket nagyon könnyű rímekbe szedni, és nagyon könnyű sokat mondani kevés szóval. Míg a magyarban azért vannak 3-4 vagy annál hosszabb hangzós szavak is, aminek ki kell jönnie prozódiailag, és nem lehet azokat a szavakat megszakítani. Ilyen szempontból sokkal nehezebb magyarul szöveget írni, és nagyon élveztem, hogy kipróbálhattam magam ebben is, hogy tényleg angolul olyan kifejezéseket, olyan szlengeket, olyan szófordulatokat beletenni egy-egy dalba, ami lehet, hogy tükörfordítással nem biztos, hogy értelmes, viszont kint maximálisan megértik. És én azért élveztem nagyon azt a lemezt, mert kicsit el akartam rugaszkodni önmagamtól. Ki akartam lépni egy kicsit a komfortzónámból, és azt mondtam, hogy én most minden stílust ki akarok próbálni, amit tetszik valaha, hogy az nekem hogy áll. És ebből kifolyólag a dubsteptől elkezdve minden van a lemezen. Szoktam volt mondani, mint egy jó búcsúban, de tényleg nagyon jó kis meló volt. Annyi, hogy avval a lemezzel kint nem indultunk el, mert ugye mindenhol azt mondják, hogy először a hazai sikert kell bizonyítani, ez magyarul nem hangzik ilyen jól, de mindenhol azt kaptam, hogy first you have to prove the domestic success. Mert hogy oké, hogy volt egy backkatalógom, de azért eltelt sok idő, amíg nem voltam aktív itthon, úgyhogy a kinti menedzsmentemmel hazajöttem, és aláírtam a Universalnál újra, és akkor úgy kezdtem el újra szólóban. És akkor ott az lényegében félbeszakadt? Vagy hoztad igazából magaddal haza? Inkább az, hogy hoztam, de nem is nagyon akartam én ott ebben úgy jobban, mert annyira hiányzott az, ami itthon volt, az, amit itthon csináltunk. Valahogy annyira az vagyok én, tényleg valószínűleg amiatt, ahonnan jöttem, hogy nagyon sok népdal tanultam a nagymamámtól, én azért néptáncoltam hosszú-hosszú évekig, úgyhogy valahogy az úgy fontosabb volt, hogy itthon adni a magyar embereknek a dalaim által. És akkor azokat a dalokat, amiket ott írtatok, meg készítettetek, vagy írtál, azokat nem is feltétlenül adod elő itthon, vagy nem, nincs rá nagyon példa, hogy azokat jázd. Akkor, amikor elkezdtem hazajárni, akkor volt egy buli, ahol betettem őket, de igazság szerint nem. Az úgy ott van, nekem egy szép emlék, és szeretem úgy néha megmutatni random olyan embereknek, akik így éppen akkor ismertek meg, hogy egyébként csináltam ilyet is, és van, akinek nagyon tetszik, van, akinek annyira nem, de én nagyon büszke vagyok rá, mert
Hát mert ez tényleg is nagyon, nagyon klassz emberekkel sikerült együtt dolgozni, és tök jó volt. Itt most egy picit előreugrottunk az időben, úgyhogy én még egy picit visszaszánkóznék. Ugye, amikor a Nox egyik nap milyen, a másikra... Bocsi, milyen aktuális ez a szánkózás, hogy áprilisban télen? Igen, szakadóhóba jöttem ide, úgyhogy... Nálunk is esett a hó, amikor elindultam, úgyhogy nem aktuális. Szóval, amikor a Nox egyik napra a másikra megszűnt, akkor te Ausztráliáig meg sem álltál. Én nem azt szeretném kérdezni, hogy ennek mi volt az oka, milyen volt ott, mert ezt nagyon sokszor elmondtad már. Inkább az érdekelne, hogy a mai gondolataiddal, a mai érettebb fejeddel, nem tudom, hogy mondjam ezt így szebben, hogyan gondolkodsz arról a döntésedről? Tehát nekem sokszor azt mondják, hogy majd 10 év múlva ezt máshogy gondolod. Te ma hogy látod azt a döntést, amit akkor meghoztál? Egy percét se bánom. Sokkal több lettem általa. Igazából a sorrend az nem egészen úgy volt, hogy megszűntünk és elmentem, hanem azért szűntünk meg, mert elmentem. De az sem 100%-osan igaz. Ez úgy történt, hogy 2008-ban a Tomi hozott egy olyan döntést, hogy ő szeretne kiszállni. Akkor a 3 gyermekes apuka lett, egy csomó minden volt körülöttük otthon is, valamiért így döntött. Én ott maradtam egyedül. Eleve ez számomra lelkileg egy elég nehéz dolog volt, mert olyan nekem a Tomi, mintha testvérem lenne. Minden szempontból. Ugyanúgy tudunk veszekedni, ugyanúgy tudjuk szeretni egymást, ugyanúgy aggódunk egymásért, és ugyanúgy segítjük egymást mindenben, mint a jó testvérek. És aztán 2009-ben sok-sok minden lement úgy, hogy egyedül voltam. Nem élveztem annyira nagyon, de 2009-ben jött egy olyan törés az életemben, hogy egy nagyon biztosnak hit kapcsolatnak vége lett, és azt éreztem, hogy úgy kicsúszott a talpam alól minden. És akkor még volt egy pár koncert, ahol felmentem a színpadra, és tudtam azt, amikor lejöttem, hogy bár szerették, és tök nagy siker volt, de hogy gyakorlatilag abból, amit tudok adni, abból semmit nem adtam, mert a saját kínommal, a saját fájdalmammal voltam elfoglalva, és abban tocsogtam, és haragudtam magamra ezért borzasztóan. Azt éreztem, hogy kihúnyt valami, aminélkül nem áll jogomban felmenni a színpadra, és nem áll jogomban idézőjelbe becsapni a közönséget, és nem azt adni, amit tőlem megszoktak. Ezért mentem el. Nagyon sok minden történt ott velem lelkileg, és rájöttem arra, hogy eljött az a pont az életemben először, hogy magamat kell első helyre tenni, mert megijedtem attól, ami lelkileg történt bennem, és ezért hoztam meg a döntést. De ez a döntésem, ez 5 hónapra szólt, és úgy volt, hogy jövök haza, és folytatjuk a koncerteket. De 4 hónap elteltével kaptam egy telefont, hogy hát figyelj, ha a Nox miatt jönnél haza, akkor ne gyere haza. És így mondtam, hogy mi? És akkor így itthon úgy döntöttek, hogy hát akkor így ennyi. Úgyhogy nekem azt ott fel kellett kőkeményen dolgozni. Hazajöttem pár hónapra, levágattam a hajamat, levágattam a fufrumat, hogy senki ne ismerjen meg, mert fufruval tényleg semennyire. Nem, mert én el akartam bújni a világ elől, és azt éreztem, hogy minden és mindenki ellenem van. És visszamentem Ausztráliába még egy évre. Majd szintén inkognitóban hazajöttem, hogy összekészüljek, hazaküldtem hajóval a cuccaimat, és elköltöztem Angliába. Mert azt éreztem, hogy azért már orientálódjunk egy kicsit hazafele, tehát azt éreztem, hogy Európa közeli helyek az már úgy majdnem itthon van, azért már csak 2 óra az út, és nem 40, úgyhogy hazajöttem, aztán Angliába költöztem, és akkor onnan elkezdtem ingázni, ugye, ahogy az előbb is igen, meséltem, igen. És akkor hazajöttem. Akkor egy percét se bánod. Egy percét se bánom, mert annyira sokat kaptam, és annyira sokat tanultam a kint töltött idő alatt. Tehát elkezdtem nyelviskolába járni. Ott ugye a világ minden pontjáról voltak diákok. Ciprustól elkezdve, Brazílián át, Svájc, Németország, Francia, tehát mindenhonnan. Ezáltal egy olyan világkép alakult ki, és egy olyan ajtó nyílt meg, ami rengeteget tanított nekem arról, hogy hogyan is lehet még felfogni az életet, hogyan is lehet még gondolkodni fájdalmakról, problémákról, nehézségekről, és igazából tényleg megéltem olyan dolgokat, amit lelkileg nem biztos, hogy mindenki úgy fogott volna fel, ahogy én felfogtam, és én végtelenül hálás vagyok ezért a sorsnak, mert én úgy gondolom, hogy ezek mind belementek az előadó művészetembe, belementek a mondani valomba, rengetegszer van
a koncertek alatt, hogy mondok valamit, és úgy megtapsolják, hogy nem tudom folytatni sem a beszédet, sem a koncertet. Úgyhogy sok mondani való van. Lehet írok egy könyvet egyszer, nem tudom. Mi biztatunk rá? Én elolvasnám. És hogy még visszavezzünk ugye egy kicsit a magára, a szakmára. Te már jó néhány éve menedzseredként dolgozol együtt a férjeddel, a gyermekednek, az édesapjával. Biztos, hogy ennek nagyon sok pozitív oldala van, hogy együtt dolgozhattok, meg sok időt töltötök együtt, de a bennem munkálkodó kisördögöt leginkább az érdekli, hogy milyen negatív vagy árnyoldalai vannak annak, hogy együtt dolgoztok. Igen, szokták volt mondani, hogy ne keverje az ember a kettőt össze, hogy ez nem mindig egészséges, de nálunk valahogy ez most nagyon jól működik. Mindenben tök jó kiegészítjük egymást. Néha van, hogy én valamit úgy érzem, hogy nem fér bele az image-be, és nem szeretném annyira, ha csinálnánk. Ő azt érzi, hogy de igen, mert hogy kicsit frissüljön, meg újítsunk, meg nem tudom én. Tehát egy ebből szoktak lenni nem is viták, hanem inkább ilyen nem egyetértős beszélgetések, fogalmazzunk így. De a nehézsége például, nagyon jó példa, tegnap. Kezdtem a napomat a Mokkában. Keltem 6-kor. Utána el kellett rohangálnom 666 millió helyre munkával kapcsolatban, majd közben bevásárolni a húsvétra, majd közben elrohanni még, miért is? Ja, még el kellett mennem tisztítószereket venni, hazaestem, gyorsan adtam nekik ebédet. Gyorsan adtam ebédet a férjemnek és a kislányomnak, de közben jött, hogy a Miskolci Rádiónak, meg a Debreceninek is kell csináljak egy spotot a koncertekhez, meg közben az Innovátorhoz narrálni kellett, és akkor ezt így a mosogatás és a nem tudom mi között, és a lábamon alig álltam már délután 2-kor, és akkor még jött, hogy ezt még felmondod? Mondom, igen, csak várjál, először elmosogatok, és tehát, hogy amikor így összekeveredik az, hogy családanya, házvezetőnő, szakács, takarítónő, műsorvezető, és egyébként előadó művész, és akkor ez így mixelődik egy napon belül, az egy kicsit nehezebb, de szó szerint mondom, hogy nálunk ennek, hál' Istennek nem nagyon vannak árnyoldalai. Akkor segít is neked. Ötletelni szoktunk nagyon sokat otthon együtt, hogy hogyan lehetne még jobb, hogyan lehetne még, mit találjunk még ki, ami jó, ami izgalmas, és olyan jó dolgok szoktak megszületni ilyen hajnali 1-2 körül filmnézés közben. Úgyhogy én szeretem, hogy együtt dolgozunk. És egyébként most, hogy elmondtad, hogy mennyi minden vagy egyszerre. Tehát családanya, szakács, énekesnő. Ezeket hogyan egyezteted össze? Szerintem ugyanúgy, ahogy minden nő világom. Mert mindenki dolgozik valamit, mindenkinek van egy hivatása, kinek ez, kinek az, de mellette azért dolgozunk, hogy éljünk, és a családunknak éljünk, és ezek a dolgok is meglegyenek. És, de akkor konkrétabbat kérdezek, tehát mondjuk az anyaságot. Azt hogyan tudod összeegyeztetni azzal, hogy koncertekre jársz, turnéztok, ezekkel azért ezek éjszakai dolgok. Maximálisan, hiszen egyrésztről a kislányunk ebben nőtt fel, ebbe született bele. És a gyerekek azok fantasztikusan alkalmazkodó kis szuper csoda lények, mert mindig az adott szituációba illeszkednek bele. És én valahol még egy kicsit szerencsésebbnek is érzem magam, mint hogyha most hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 4-ig mondjuk egy irodában kellene ülnöm, mert nagyon sokat tudok vele lenni, nagyon sokat tudunk együtt programozni, minden este társasozunk, minden este csinálunk valami nagyon-nagyon olyat, ahol tényleg koncentráltan ő van a fókuszban, és rá van figyelve. És én úgy gondolom, hogyha bármilyen munkája van az embernek, hogyha tud időt szakítani maximálisan arra, hogy figyeljen, hasznosan figyeljen a gyerekre, akkor teljesen mindegy, hogy mi a munkája. És amikor meg nem vagyunk otthon, meg koncertezünk, akkor nagyszülők vigyáznak rá, úgyhogy az meg neki külön egy ilyen non plusz ultra, hogy ilyen mamás hétvégék vannak, meg ők azért több mindent megengednek, meg ez az amaz, úgyhogy ez tök jó, kiegészíti egymást egyébként. És mi az, ami téged ebből a hatalmas pörgésből egy kicsit talán ki tud szakítani? Mik azok a hobbik mondjuk, vagy bármilyen tevékenység, ami egy kicsit visszahoz téged a saját kis világodba, és egy kicsit kiesel ezáltal a reflektorfényből, és tényleg kikapcsolsz vele, vagy általa? Hát
a legjobb hobbim az a kislányom, úgy őszintén. Tehát nagyon sokszor van az, hogy mondjuk hamarabb végzek a napi teendőkkel, és így lesem az órát, hogy mikor lesz már 4 óra, hogy mehessek értem, mert hiányzik. Tehát olyan fura ez tényleg, de hogy tényleg hiányzik, és amikor a nyakamba omlik az óvodába, és majd felborít, annyira örül nekem, az valahogy úgy mindent úgy kikapcsol, és mindent megszépít, és akkor beszélgetünk a kocsiba hazafele, hogy milyen volt a napja, mit játszottak a barátnőivel, mi volt az ebéd, stb. Tehát ezekre én mindre végtelenül kíváncsi vagyok. Mellette azért, ami szintén nagyon kikapcsol, és az nagyon, nagyon én idős, az a festés. Tehát én főleg a Covid alatt rengeteget festettem, akkor kezdtem el. Tehát én előtte soha életemben vászorra ecsettel semmit nem csináltam, és akkor így úgy gondoltam, hogy akkor találok magamnak valamit, ami leköt és tölt, és akkor így megpróbáltam így festegetni. És akkor, mikor édesanyámnak, aki egyébként rajzszakon végzett, és fest, és szobrászkodik, így átküldtem, és így az a válasz jött, hogy ezt te festetted 400 000 kérdőjellel, akkor úgy éreztem, hogy na, ebből lehet valami, és ez olyan szintre sikerült fejleszteni ott ebben a nehéz időszakban, hogy nagyon sok képemet vették meg. Volt egy saját kis műtermem, ahova jártam festeni. Egész napra én ott begubóztam, bezárkóztam, és csak alkottam. Az nagyon-nagyon ki tud kapcsolni. És akkor rendszeresen festesz azóta is? Tehát ez az életed része? A részévé vált, viszont időm az sajnos mostanában nem nagyon van rá, mert ahhoz, hogy mondjuk megcsináljak egy kisebb, közepes méretű képet, az mondjuk egy nap alatt nagyjából megvan, de ahhoz nekem reggel 9-től mondjuk 6-ig szünet nélkül ott kell legyek, mert főleg, hogyha most gondolj bele, kikeversz egy színt. Én nem tanultam, mert soha nem tudnám újra kikeverni ugyanazt. És hogyha ott hagyom, akkor az megszárad. És akkor kezdhetem előről az egészet, és akkor úgy inkább ütöttem, amíg lehetett, és volt, hogy már késő este mentem haza a műteremből. Hát ilyen napjaim mostanában lassan több mint 2 éve nincsenek, de amikor egy-egy becsúszik, hát akkor meg ugye házi munka az van, meg azért az otthoni dolgokra is oda kell figyelni, meg azért egy élet körül is vannak szemlékot befizetni, ide szaladsz, oda szaladsz, nem tudom. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket kell, de én biztos vagyok benne, hogy most a nyár az olyan lesz, hogy a teraszon, otthon, a napsütésben a kislányommal, mert már kérte, hogy vegyek neki is vásznakat, ezzel így folytatni fogjuk. És ha már festés, és mondjuk testfestés, ugye tetoválás, én azt gondolom, hogy az is egy művészet, és neked azért van bőven, bár ugye ezeket nagyon jól el tudod takarni a színpadon, tehát olyan helyen vannak, amiket könnyen elfed egy ruha. Gondolom, ezek jelentéssel bírnak, és fontosak a számodra. Igen. Nekem a tetoválás az egy önkifejezési forma. Én gyerekként én olyan kislány voltam, az a tipik, akiktől felállt a tanárok haja. aki mindig én voltam az, aki ment, és akkor az egész osztály a hátam mögött, mint valami kis csirkék, hogy lebeszéljük a tanárokat a dolgozatról. Akkor én voltam az, aki mindig a leghangosabb volt, hogyha valamiért kellett kakaskodni, vagy kiállni. Mindenben benne voltam, amiben csak lehetett, és nagyon pörgős, és nagyon nagy szájú gyerek voltam. Nagyon szerettem mindent, amit nem lehet, nagyon szerettem lázadni. Anyukáméknak nem könnyítettem meg ezt az időszakot, de tök jól kezelték egyébként. És az első tetoválásom az lázadásból készült, még tinédzserként, de az nyilván javítva lett és fedve lett a későbbiekben, mert hát nem sikerült annyira jól. Az mi volt egyébként? Az igazából egy non-figuratív valami volt, annak nem volt semmi jelentősége, egy ilyen szívvecske-szerű valami, és akkor ilyen indák jöttek ki belőle, meg nem tudom én. És akkor az így továbbfejlődött. Akkor hosszú évekig nem volt semmi, és annak a javításával kezdődött az el, amit ugye mindenki, akinek van tetoválása, tud, hogy ha egyszer elkezded, akkor az egynél nem áll meg általában senki. Igen, ez és, nekem is ismerős, hogy ez függővé tesz. És én úgy gondolom, hogy a tetoválás, mint olyan, mára már nem feltétlen azt jelenti, amit régen. És most már sokkal inkább tényleg művészi önkifejezési forma, mint olyan, és most már tényleg minden tetoválásomnak jelentése van, és célja, és oka, és minden egyebe. Az egyik legerősebb jelentéssel bíró tetoválásom, ide van írva az oldalamra, hogy let it be, mint hagyd. És abból
madarak repülnek fel a lapockámra, ugye a szárnyamra, hogy segítsenek repülni. És ez a hagyd, ez onnan jött, hogy jártam egy kis lélekgyógyász hölgyhöz, nagyon sokáig rengeteget segített abban, hogy mindent a helyére tudjak tenni az én képzeletbeli kis polcomon. És ő mondta egyszer azt, hogy figyelj, Szilvi, amire vágysz, amik az álmaid, azokra azért vágysz, mert az már a tied. Csak hagynod kell, hogy megkapd. És nagyon sokan nem hagyják, mert tudat alatt megállítják a teremtést. Szóval én nem vágyom arra, hogy énekesnő legyek. Nem is leszek soha az. Mert nem vágyom rá, mert nem az enyém, mert nem az az utam. Olyanra nem vágyunk, ami nem a miénk már eleve. Csak hagyd. Minden csak hagyni kell, hogy megtörténjen. Go with the flow, és akkor úgy mennek a dolgok úgy a maguk útján. Talán ez az egyik olyan tetoválásom, ami a legnagyobb jelentőséggel bír, de a védőangyalom is rám van tetoválva, meg egy csomó minden emlék Ausztráliából, a barátnőmmel közös tetoválásunk, az ómjel például rajtam van, ami ugye a legősibb hang, ami létezik. Úgyhogy sok van, és van még tervben is pár. De akkor lényegében neked ez, hogy hiszel ebben például, hogy az álmaidat úgy követed, hogy így szabadjára engeded. Ebből gondolhatunk arra is, vagy tovább vezethetjük arra, hogy spirituális vagy valamennyire. Igen, én nagyon. És ez része az életednek, a mindennapjaidnak, vagy hogy kell ezt nálad elképzelni? Mi az, amiben hiszel, vagy mi az, ami mozgatja ilyen téren az életedet? Tehát a mindennapjaimban olyan formán nincs jelen, hogy most nekem lennének ilyen szertartásaim, rituáléim és minden egyéb, de egyszer mondta nagyon jól, és lehet, hogy ezzel így meg is válaszolom a kérdésedet, voltam egy kineziológusnál, aki egyben asztrológus is volt, és megnézte a csillagállásaimat, úgy mindeneimet, ugye a kineziológia is, meg az asztrológia is, az tudomány. Tehát az annyira nem spirituális, de mégis valamennyire azért mind a kettőben jelen van. És ott mondta ez a hölgy, ez nagyon-nagyon régen volt, hogy azon kevesek közé tartozom, akik tudják manipulálni a saját álmaikat. És ez nálam olyan formán működik, hogy nem nagyon volt olyan az életemben eddig, amire vágytam, és nem értem el. Lehet, hogy nagyon sokat kellett rá várni, de mindig megtörtént. Tehát például ilyen volt, hogy nagyon-nagyon régi, talán gyerekkorra visszanyúló vágyam, álmom volt, hogy én egyszer szinkronizáljak, és egy nagy Disneybe énekelhessek. És valahogy mindig az Oroszlán király volt az, ami ilyen nagyon-nagyon izé volt, hogy hú, egyszer, ha az lenne. És akkor noxos időkben hívtak is Disney dalt énekelni, a Bambi második részének énekeltem a címdalát, de ez úgy kb. Annyi volt, és ott az úgy annyiba is maradt. Majd egyszer így a nagy semmiből felhívtak az SDI médiától, hogy szeretnének behívni az Oroszlán király élő szereplős változatára, Nála szerepére, castingra. És akkor így letettem, hogy ezt most én nem hiszem el. Úristen, ez most megtörténik. És akkor bementem castingra, mert ez úgy történik, hogy a nagy filmeknél, tehát a nagyon nagy sikerű filmeknél castingoltat a Disney. Sok mindenkivel felmondatják, sok mindenkivel felénekeltetik, ez el van küldve Amerikába a Disney központba, és ők választják ki az adott hangokból, hogy ki az, aki lehet ennek a történetnek a hangja. Ez minden országra így van, és minden országban szóval így történik. Hogy ez így. Igen, ez így én történik. És ugye felhívtak, hogy akkor szeretnék, ha mennék castingra, és a nagy filmeknél kikötése a Disneynek, hogy aki énekli a dalokat a filmben, annak kell szinkronizálnia is a szereplőt, tehát hogy mind a kettőben helyt kell állni. És akkor így az első blikkem így az volt, amikor beléptem a szinkron stúdióba, hogy kérdeztem, hogy akkor kit fogok szinkronizálni, és akkor ott mondták, hogy Beyoncé-t. És mondtam, hogy oké, jó. Tehát, hogy ő az a hang, akit nem nagyon lehet egyébként így utánozni, meg úgy semmit se csinálni, és aranyos volt a Disney, mert hogy külön lábjegyzetben elküldték, hogy nem feltétlen kell egy-egyben leszedni a frazírokat, mert nyilván Beyoncé-nak annyira egyediek, és annyira sokat frazíroz, hogy nem feltétlen kell megpróbálni azt ugye lemásolni most idézőjelben. Meg ugye minden országnak a saját nyelvével azért ez egy picit nehezebb is, mert mint mondtam, ugye az angol éneklésre van kitalálva, a többi nyelv annyira nem. És
fel kellett mondanom egy kis részletet a dialógokból, és el kellett énekelnem a, ugye a klasszik dalt, amit ott Szimbával ketten, amikor ott összetalálkoznak. És akkor el lett küldve ugye a központnak, és akkor egy hét múlva jött a telefon, hogy engem választottak, és hogy megkaptam a szerepet, és hát fúristen madarat lehetett velem fogadni, és fantasztikus érzés volt tényleg, és akkor így bementem, és az egész filmet felszinkronizáltam, és elénekeltem, és pillanatok alatt ment az egész, majd két hét múlva jött egy telefon, képzeljétek el, hogy szintén a stúdiótól, hogy hogy jaj, közben következőképpen hangzott, nem, szia Piroska, mond, jaj, kézed, Beyoncé killódik. Mi van? Szóval kivetett egy dalt az eredetiből, és belerakatta az új dalát, hogy akkor az legyen a spiritet, és akkor azt is föl kéne még tolni. Na, jó, hát mondom, küldjétek el, és mondta, hogy de még nem jött ki a dal, úgyhogy ultra titkos, még senki nem hallotta sehol, de muszáj, hogy elküldjék, hát meg kell tanulnom. És mondom, jó, de mikor kéne felénekelnem? Hát holnap ráérsz. És mondom, most ez komoly, tanuljak meg egy Beyoncé dalt holnapra. és te, hogy hát, hogy így igen, de hát, hogy ugyanaz fent áll, mint a korábbiakban, hogy nem kell egy az egyben, de azért hasonlítsom. Mondtam, hogy jó. És akkor így átküldték a dalt, és akkor így elkezdtem hallgatni, és egy ilyen tipik Beyoncé-s futammal indul az eleje, ami körülbelül 46 hangot 3 másodperc alatt lép föl, ahogy rácsúszik a kezdőhangra. Mondtam, hogy oké. És sikerült, és megcsináltuk, és tök jó volt, és annyira jó érzés volt a díszbemutatóra főszereplőként menni. Hát a moziba olyan imádtam. Annyira azt érzem rajtad, annyira pozitív energiaid vannak, meg olyan pozitív kisugárzásod, és amúgy én nagyon hiszek abban, hogyha az ember ennyire így áll a dolgokhoz, konkrétan bevonza ezeket. Be, abszolút. Egy nagyon egyszerű példa a vonzás törvényére, én mindig ebben szoktam példálozni, hogy mi az, ami miatt sok embernek nem működik, és mi az, ami miatt nagyon sok ember így tudja alkalmazni. Például nagyon-nagyon sokáig az álmom volt egy hófehér kuga. Egy Ford Kuga. Annyira tetszett. Imád, tényleg így. Egyszer valamiért egy autókereskedésben beleültem, és azt mondom, hogy ez nőknek van kitalálva ez az autó, mindennek, kis rekesz, ilyen rekesz, olyan rekesz, de. És abból is nekem a régebbi típus tetszett, aminek így két oldalra nyílt az ajtaja. Az volt a minden, fehérbe. És akármikor mentem a forgalomban, mindig, ha megláttam egy olyan autót, akkor mindig, ott a kocsim. Oh. és nem az volt bennem, hogy jaj, de szeretném, de ez... És nagyon sokan úgy vannak ilyenkor, hogy azt mondja, hogy jaj, ott az álomautóm, de nekem úgyse lesz ilyen. Elindítod a teremtést, de abban a szent pillanatban meg is állítod. Mert azt az üzenetet adod mindennek, univerzumnak, agyadnak, tudatalattinak, bárminek hívhatjuk, hogy ezt nem kaphatod meg, mert nem hagyod. És hogyha te azt tudod, és látod magad minden nap, hogy abban az autóban ülsz, vagy látod magad minden nap abban a szituációban, akkor ez így fog történni. Erre egy nagyon egyszerű példa, amikor ment a ragyogás turnénk, volt egy olyan jelenet a koncertben, hogy ültem egy hintában, és elmeséltem egy történetet. Lejött föntről a hídról egy hinta, gyönyörűen feldíszítve, és akkor felhúztak, és én abban így lengtem a színpad fölött, és meséltem. És a történetnek az volt a lényege, hogy én 13 éves voltam, amikor az édesanyám a kezembe adta az Erőleves a léleknek című fantasztikusan jó bestseller amerikai sorozatot, nem tudom, ismeritek-e. Egyébként, hogyha megnézitek, a jó barátokban nagyon sokszor ezt olvassák a Rachel, meg a Ross, meg nem tudom így, ezért a Chicken Soup for Your Soul, és az a lényege ennek a sorozatnak, ez nagyon sok kötetből áll, hogy kis történetek vannak benne, lélekemelő történetek, hitről, kitartásról, szeretetről, csomó mindenről, és abban olvastam, ezt anyukám adta a kezembe 13 évesen ezt a könyvet, és abban olvastam egy hölgyről, aki elhagyta a párja, összeomlott minden, ki volt készülve, és a barátnője elrángatta egy előadásra, ahol arról beszélt az előadó emberke, hogy a tudatalattink képekkel működik. És hogy a képekbe tudjuk önteni az álmainkat, akkor azok valóra válnak. Hazament, készített egy albumot, kivagdosott mindenféle ékszereket, gyémántokat, szép kocsit, boldog család, minden, ami kell, és nagyon sokat lapozgatta, nézegette ezt a kis albumot. És egyik nap leszorította az autópályán egy Ferrari az útról,
Nagyon megijedt, de hát kiszállt belőle élete pasija, aki egyébként orvos volt, és az volt a hobbija, hogy gyémántokat gyűjtött, és keresett valakit, akit felékesíthet ezekkel a gyémántokkal. Életük legnagyobb szerelme lett, csodálatos családjuk lett, és nagyon sok év telt el, mire bevallotta neki, hogy volt egy ilyen album, és megmutatta, hogy egyébként ebből, ami nekik meglett, abból minden benne van ebben az albumban. Sok ilyen könyvet csináltak azóta. Na most nekem se kellett több, én is megcsináltam magam kis albumát, és akkor ott 13 évesen egy 2500 fős faluban, tele álmokkal, senki nem hitt nekem, amikor azt mondtam, hogy én énekesnő leszek, nem is érdekeltek a továbbtanulási lehetőségek, mert tudtam, hogy én színpadon fogok állni, és megcsináltam ezt a kis füzetecskét, és tényleg teleragazgattam mindennel. Akkor még nagyon nagy sztár volt, nem tudom, ismeritek-e, vagy hallottatok-e róla, hogy Blümchen nevezetű német hölgyemény, akinek nagyon sok slágere volt, és találtam egy színpad képet az egyik ilyen Bravo, vagy Popcorn, vagy nem is tudom milyen újságban, ami nem volt rajta senki, csak a színpad volt, és kivágtam, ráragasztottam magam a színpadra, és úgy tettem be az albumba, és abból az albumból minden megtörtént, ami benne volt, és én úgy gondolom, hogy ha ténylegesen elhisszük azt, amiről álmodunk, akkor az tényleg megvalósul. Én is így gondolom, csak ez annyira nehéz szerintem, hogy vizualizálod, az addig rendben van. Csak utána az, hogy te elhitt, hogy az neked is jár. Szerintem nagyon sok ember ezzel küzd. Miért ne járna? Nem tudom. Én egy picit nem tudok azonosulni ezzel a spiritualitással. Uh-huh. Megvan a szó. Nem tudom, én borzasztóan reálisan akarok állni mindig a földön, és én ezzel nem mindig tudok azonosulni, és ezzel a vonzás törvényével is bajba vagyok. Tehát úgy gondolom, ha belerakod a kemény munkát, és kitartasz, és nem adod föl, akkor... De ez ugyanaz? Mert azt nem mondtam, hogy a vonzás törvénye úgy működik, hogy munka nélkül aranytálcán elé tolja az élet, nyilván, hanem úgy nem. Alakítja, hogy legyen lehetőséged dolgozni rajta, hogy nyíljon a lehetőség, uh-huh. amivel el tudsz kezdeni dolgozni rajta, hogy elérd az álmod, és ez is tök ugyanaz. Én is ebben hiszek abszolút, hogy hiszel valamiben, és te azt elképzeled, és aztán kapni fogsz olyan lehetőségeket, amiket észre kell venni. Amivel aha. te tudsz élni, és meg tudsz érte dolgozni. Tehát ez nem úgy működik, hogy otthon ülsz, és akkor hú, de szeretnék egy Ferrari-t. Persze van ilyen is, amit mondasz, hogy gyémántokról álmodok, és akkor leszorít egy Ferrari is, hú, de jó lenne. Volt ez a reklámám, a Kinder tojás. Igen. De hogy igen, hogy egyébként ez is úgy működik, most ha le akarjuk sarkítani, akkor mit tudom én, teszem föl neked bakancs lista, hogy eljuss mondjuk, nem tudom én, Marokkóba. Csak mondok valamit. És mondjuk olyan munkát végzel, hogy sanszot sincs rá, hogy eljuss Marokkóba úgy, ahogy te szeretnél, annyi időre, és pont úgy, és nem tudom. De te látod magad, hogy elutaztál Marokkóba. És hozni fog az élet neked olyan lehetőséget, amivel majd annyi pénzt fogsz keresni, hogy eljuss Marokkóba. Tehát nem úgy hozza, hogy megkopogtatja a válladat az utcán valaki, hogy figyelj, úgy gondoltam, adok egy repügyet Marokkóba, tessék! Abszolút, a kulcsa, ami szerintetek ennek az egésznek a kulcsa, az, hogy te elhiszed, te látod ott magad, és észre kell venni azokat az apró kis lehetőségeket, amik elvisznek. Igen, és hagyod, hogy megtörténjen. Tehát amikor jön a lehetőség, akkor nem mondod azt, hogy jaj, biztos, hogy csak azért kértek fel erre, mert nem volt más. Tehát, hogy ja, én hagyod, nagyon ilyen vagyok. Hagyod, és elhiszed azt, hogy te ezt azért kaptad, mert jó vagy. Mert képes vagy rá. És onnantól kezdve tök ugyanarról beszélünk, hívhatjuk annak igen, is, igen, hogy igen. Realista vagyok, és akkor megdolgoztam érte, és csak azt hiszem, egyébként mindig ezt szoktam, Völgyesi Gabi a sógornőm, a Uniknek az énekesnője, és vele szoktam ilyen vitákba keveredni, mert ő szintén az, hogy ő semmit nem hiszel, amit nem tud megfogni, és nagyon ügyvédnő, és akkor így kőkeményen, így mindennek megvan a maga helye, és amikor úgy kifejtette nekem, hogy semmi nincs, amit nem tudsz megfogni, mert az úgy izé, akkor mondtam neki, hogy akkor nem is szeretünk senkit. Szeretetet se tudod megfogni. Mégis az irányítja a világot. És akkor így csendben maradt. És ment a gyerekek után, Martinka! úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy aki nem hiszi el, az is azt szerint éri valamilyen szinten az életét. Csak hogyha picit jobban hiszel benne, sokkal jobban észreveszed, és sokkal jobban szembe jön. A realisták meg találnak rá realisztikus magyarázatot, de ugyanarról beszélünk. De említetted korábbi interjúidban, hogy te sztahanomista? Sztahanomistának vallod magad. Tehát, hogy a kemény munka az, ami úgy gondolod, hogy elvisz a célig, és hogy meg is dolgozol mindenért.
amit... Igazából nem feltétlen a kemény munka visz el a célig. Tehát nem ez az én sztahonomizmusomnak a lényege, hanem az, hogy én szeretek dolgozni. Uh-huh. Tehát én nagyon szeretek megdolgozni azokért a dolgokért, amikre vágyom. Tehát én nagyon szeretek a saját pénzemből venni dolgokat is, a saját pénzemen elutazni, és érezni azt, hogy megdolgoztam azért, hogy az a valami az enyém legyen. Ez nálam egészen 14 évesen indult, amikor már engedtek ugye a szüleim több mindent, és nem tudom most, hogy van, de akkor úgy volt, hogy a 8. ballagásra pénzt is kaptak a ballagó diákok. Szerintem ez most is így van. És én annyi mindent terveztem, hogy na majd a ballagó pénzemből ez, meg a ballagó pénzemből az, hogy így meglett a ballagás, és sok pénz jött össze, de én úgy keveseltem egy kicsit. Én úgy voltam vele, hogy én ugye nyár végéig ennél több mindenre terveztem, hogy majd kell rá saját zseppénz. És akkor fogtam magam, és azt mondtam anyukáméknak, hogy én elmegyek a falunk mellett volt egy TS, egy termelői szövetkezet, hogy én ott elmegyek dolgozni. Az egy szegfűkertészet volt gyakorlatilag, és napszámba, reggel, mikor felkelt a nap, ott kellett állni a sor végén a kapával, és mondtam, hogy hurrá, dolgozunk, és brutálisan keveset kerestünk, tehát eszméletlenül keveset, tehát olyan szinten keveset, hogy gyakorlatilag semmire nem volt elég, de mégis azt éreztem, hogy ha én akarok valamit, akkor én azért teszek, és nem az van, hogy rángatom anyujéknak a nadrágszárát, hogy mondjam, amíg négy szígyezres, mert azért, meg a nem tudom, és nálam ez itt datált első körben. Majd Ausztrália volt a következő, ahol kimentem, és ugye elkezdtem iskolába járni, és elkezdett borzasztóan zavarni, hogy nem dolgozom. Tehát effektív az zavart, hogy olyan semmire kellőnek éreztem magam, hogy nem csinálok semmit, csak iskolába járok, és akkor mentem el egy belga étterembe dolgozni. Mellette modellkedtem, amik itt-ottam ott jöttek be munkák, azokat nagyon szívesen megcsináltam, elvállaltam, mert úgy fogtam fel, hogy tanulom az angolt anyanyelvi környezetben, és még jó buli, mert a barátaimmal vagyok. Úgyhogy... Én nagyon szeretek dolgozni. És egyébként, ha már így a munka szóba jött, hogyha nem előadó művész, nem énekes lennél, akkor mi az a szakma, amiben szerinted megtalálnád a számításaidat? Vagy? Biztos, hogy ha nem ez lett volna, akkor szerintem képzőt végeztem volna, mert nagyon-nagyon szeretek mindent, amit alkotni kell. És ilyen aprólékos, ilyen pepecsén gyerekként makraméztam, hímeztem, fűztem, minden, amit el lehet képzelni. Tehát, hogy biztos, hogy találtam volna magamnak egy olyan irányt, ami nem tudom én, falfestés, tudod, amikor ilyen szép dolgokat festenek, főleg gyerekszobákba szokták. Vagy bármi ilyen, tehát, hogy tuti, hogy iparművész vagy képzőművész lettem volna. Tehát akkor is maradt volna a művészeti irány. Hát abban biztos vagyok. Valahogy mindig az állt hozzám a legközelebb, és mindig mindenben benne voltam, ahol lehetett valamilyen szinten alkotni, és valamit produkálni, és valamit adni. Szilvi, azért világéletedben karcsú voltál. Neked erre egyébként oda kell, vagy kellett valaha figyelned, vagy ez szimpla genetika? Hogy nézett ki? Hát nálam ez nagyon érdekesen alakult, mert első körben genetika. Tehát én olyan 30-32 éves koromig gyakorlatilag bármikor, bármit, bármennyit ehettem. Voltak időszakok, főleg amikor, amit említettem is korábban, amikor az a közel 400 koncertet csináltuk meg, vagy bulit csináltuk meg egy év alatt, akkor a szószoros értelmében leszoktam az evésről, és voltak napok, hogy eszembe se jutott, hogy enni kéne. Tehát a testem nem szólt, hogy enni kéne. Egy orvos mondta, hogy ilyen egyébként létezik, tehát hogy ez egy olyan folyamat, ami hosszú folyamat, de el lehet érni, és nagyon, nagyon káros, és nagyon nem jó. A mostani kinézetemhez képest 15 kilóval voltam kevesebb akkor, mint most. Brutálisan rosszul néztem ki. Tehát, hogy már próbáltunk olyan fellépő ruhákat gyártani, és olyan dolgokat vagy próbáltak olyan dolgokat adni rám, hogy ne látszódjon, hogy mennyire nagyon-nagyon le vagyok fogyva. Ez nem tudatos volt, hanem így alakult. És én el is kezdtem orvosi segítséggel, étvágygerjesztőket szedtem meg, mindenféle dolgokat. Csak az volt a baj, hogy annyira elkezdett mindenki bántani érte a környezetemben, tehát nem a közönség, mert azért jól tudtam viselni, én úgy gondolom azt is, mert ugye magas vagyok,
hogy egy ilyen szükséges rosszá vált a fejemben az evés. Tehát mindenki az egyéb már, és így azt éreztem, hogy ez kell, ez muszáj, pedig ez egy tök jó dolog. Aztán amikor átléptem azt a bizonyos bűvös hármas X-et, nem hittem el, hogy ez így fog történni, de tényleg így történt, hogy így elkezd a testünk megváltozni. Majd, amikor édesanyja lettem, ugye a szülés az teljesen átírt mindent, és beléptem azok táborába, akik rá gondolnak a sütire, és fél kiló így felugrik pipak. Úgyhogy hál' Istennek annyira nem vagyok ízékony, de azért most már, hogyha nem figyelek oda, azért pikpak ott tudnak maradni azok a kilók, és most már tudatosan kell készülni dolgokra. Tehát például, amikor az arénára készültünk ugye tavaly évvégén, akkor azért én nagyon odafigyeltem a táplálkozásomra, diétákra, mozgásra, napi 15-16 kilométer bicikliztem. Muszáj volt, hogy olyan szinten prompt legyek, mire odaállunk a színpadra, hogy azt mondja 12 000 ember, hogy atya úristen, ez olyan, mint a nem telt volna 13 év, és ugyanolyanok, mint voltak. És ez így, ugyanígy igaz a mostani turnéra is, hogy azért van még hátra egy pár állomásunk, és nagyon oda kell figyelnem arra, hogy beérjenek a ruhák, amit az arénára készítettünk. Mert azért egy-két koncert volt, főleg a kettővel ezelőtt, amikor így húztuk fel az egyik cipzárt, és így mondta az öltöztetőm, hogy Szilvike, ez nem jön fel olyan könnyen. Úgyhogy most már sokkal jobban oda kell figyelni, de szerintem az is nagyon fontos, hogy mit üzen a kinézetünk a színpadról. Pont ezen gondolkoztam, hogy annyira ijesztő számomra, hogy ennek üzenete van, és hogy közben a mai világban ugye mennyire előtérbe került a külső, meg a külsőségek, és néha már fontosabb az, hogy nézünk ki, mint hogy mit közvetítünk, vagy mi van bennünk, vagy milyen értékrenddel rendelkezünk. És ugye ez egy közszereplőnél, egy előadó művésznél szerintem ugye hatványozottan ott van, hogy nagyon nagy tömegeket tudsz megszólítani, követőtáborral rendelkezel, és ugye a közösségi média által nagyon gyorsan is eljut az üzeneted hozzájuk, és azért ez egy teher, hogy mi az, amit te átadsz. Ugye, igazából, ha önazonos vagy, akkor nem teher. Mert ezért 21 éve képviselek valamit, ami zsigerből jön. Tehát ez nem egy rámerőltetett image, hanem ez vagyok én, ilyen voltam mindig, és ilyen is maradok mindig. Arra természetesen oda kell figyelni, hogyha mondjuk a social médiában jönnek ilyen influencer megkeresések, munkák, ez az amaz, hogy mi az, amihez adja az ember az arcát, és mi az, amihez nem. Mi az, ami belepasszol az imidzsébe, mi az, ami nem, pont az üzenet miatt, hogy az, ami a te rajongótáborodnak fontos, azok elvárnak tőled valamit, és hogy ennek valamilyen szinten meg tudj felelni. De mint azt említetted, hogy nagyon előtérbe került az, hogy ki hogy néz ki, szerintem egy kicsit túlságosan is. Tehát, hogy annyira túlzóvá vált, és most már annyira nagyon durvák, mondjuk a TikTok filterek is, hogy ez a Jézus Mária, soha nem néztem így ki. Igen, tehát már nem lehet észrevenni, hogy ez egy filter, annyira meg van csinálva. Én úgy gondolom, hogy ha az ember minimálisan fényeket állítva, meg színeket állítva szebbé teszi, és fogyaszthatóbbá teszi a fotóit, avval semmi baj nincsen, de azért át lehet esni a ló túloldalára elég rendesen ezzel is, és szerintem sokkal fontosabb maga a tartalom, az, hogy mit akar közvetíteni az ember, mit akar mondani, úgy minden kritériumot és mindent betartva, mert ugye az algoritmus is csomó hülyeséget figyel, hogy mi alapján jut el az emberekhez egy-egy tartalom. Erről ugye nagyon sokat beszélgetünk állandóan, de igen, ezekre oda kell figyelni. Sebesen robogunk a beszélgetésünk vége felé, úgyhogy én meg egy utolsó kérdést tennék fel neked, mielőtt játszani kezdünk. Milyen céljaid, álmaid vannak jelenleg, akár szakmailag, akár magánélet területén, amit még szeretnél megvalósítani a jövőben? Fú, hát igazából ezen a pályán csak álmok vannak, meg célok, és én nagyon szeretek álmodozni. Hogyha szakmailag nézzük, akkor nyilván az ember szeretne még többet adni. Szeretném, hogyha erről az új lemezről
lenne olyan dal, ami annyira beakad, mint mondjuk régen a Forogvilág, vagy a Százszorul egy még, vagy a Szeretem, vagy sorolhatnám. Ez nagyon nagy vágy, és nagyon sokat dolgozunk rajta. És a következő nagy vágy, hogy az aréna után mondjuk egy MVM dómot is megtölteni. Mi nagyon sok sikert kívánunk ehhez, és reméljük, hogy tényleg minden álmod teljesül, és felhívnám a nézőink figyelmét, illetve a Nox rajongókat, hogy még most ugye tart a turné, úgyhogy mindenképpen, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor nézzetek utána, hogy melyik nagyvárosokban, hol lesz még koncert, és nagyon ajánlom, hogy mindenképpen menjetek el. És ugye a Főnix csarnokban is lesztek majd Debrecenben, van, ahol, ahogy fogalmaztál, a legfényesebben ragyogtatok, úgyhogy kívánom, hogy ez így legyen. És mielőtt áttérnénk a játékokra, nekem van még egy kérdés, amit Fruzsi mindig elfelejt. Ja, igen. Úgyhogy mindig előhozom. A koktélre szeretnék rákérdezni, hogy kitaláltad-e, hogy milyen összetevőkből áll? Igazából én az a fajta étel- és italfogyasztó vagyok, aki csak élvezi az ízeket. Az biztos, hogy van benne egzotikus cuccok vannak benne, azt tuti. Eddig jó. Magamban találgattam sok mindenen, ami vagy benne van, vagy nem. Ami nekem elsőre jött, az a passion fruit, ami szerintem van benne. A második volt az alma, a harmadik volt a... Ja, én gondoltam ananászra is, de szerintem az nem lesz benne. Úgyhogy segítsetek! Hát az az igazság, hogy amúgy a passion fruit-tal nem álltál messze, mert a sárkánygyümölcs az alapja az egésznek, úgyhogy igen. És ennek ugye az ízvilága is igen, nagyon hasonló. Igen, az nagyon hasonlít, igen. És az ananásztal sem lőtt el annyira mellé. Hát a színe az színe. Szín alapján. Mangó van benne, és marakúja. Mangó, tényleg. Igen, az a kettő. Megízesítettük neked egy kis lime-mal, úgyhogy az, ami még van benne. Meg egy kis kókusszal. Illetve kókusz. Isteni finom. Hát reméljük, hogy tényleg íz lett, és úgyhogy akkor játszunk. Az első játék, amit hoztunk neked, az egy bevett játék nálunk itt a Reflektorfékben, ezek a villámkérdések. Rendesen jobban izgulok, mint az interjú. Nem, na, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. 20 kérdésünk van a számodra, és az a feladatod, hogy minél gyorsabban, lehetőleg egy szóval, egy mondattal válaszolj ezekre a kérdésekre. Okay. Mehet? Kezdhetjük? Igen. Mi az a munka, amit sosem tudnád csinálni? Takarítás. Mi az a szó vagy kifejezés, amit nagyon utálsz? Szó vagy kifejezés, amit nagyon utálok? Speciálba! Film vagy színház? Amit nagyon utálok? Nem, ez csak, hogy film vagy színház. Ja, film vagy színház, film. Film? Melyik a kedvenc saját dalod? Saját. Hát most aktuálisan a Galambom. Mit énekeltél először életedben? Hú, szerintem Dolly volt. Kutya vagy macska? Kutya. Kinek a bőrébe bújnál bele egy napra? Hű, de nehéz kérdés. Az anyukám. Ez aranyos. Tervezés vagy rögtönzés? Tervezés. Reggel vagy este? Este. Egy dolog, ami nélkül nem tudnál élni? A kislányom. Van valami különleges képességed, ami teljesen haszontalan? Különleges képességem, ami teljesen haszontalan. Irreálisan ki tudom az ujjaimat fordítani a helyéből. Kávé vagy tea? Kávé. Melyik az a tulajdonságod, aminek örülnél, ha a kislányod örökölni? Az őszinteségem. És melyik az, amit nem szeretnél, hogy örököljön? A makacságom. Tél vagy nyár? Nyár. Ha láthatatlan lennél egy napra, mit csinálnál először? Elvegyülnék a koncertemben a közönség sorai között. Ez jó. Mire vagy a legbüszkébb, amit elértél? Mondhatok kettőt. Belefér. A kislányom, és minden, amit a Noxban és szólóban elértem, sikerek. Egy darab 20 000-es sold out aréna koncert két évente, vagy két évente 100 darab 500 fős sold out klubkoncert? Egy darab nagy koncert. Ki a példaképed? Az anyukám. És vidék vagy város? Város. Végeztünk. A végére értünk. Van még számodra 3 másik játékunk is. Úgyhogy ez volt így a kis bemelegítés. A következő játék, amit hoztunk neked, az pedig a dallamhasadás.
Ebben a játékban saját számaidat fogjuk neked lejátszani, hármat egymás után, lassítva, illetve gyorsítva. Neked pedig ki kell találnod, hogy ez melyik dal. Oké. Okay. Így van, az első dal az lassítva lesz, úgyhogy hallgassuk is meg. Atya úristen, ennyiből kell rájönnöm. Igen, ez a két másodperc áll a rendelkezésedre. Jézus, rádióban szoktak ilyenek lenni, és sose találom el. Meghallgathatom még egyszer? Persze. Meghallgathatod még egyszer, és most már annyi könnyebbség lesz, hogy egy kicsit több, hosszabb részletet játszunk le belőle. Most te ismerős, de esküszöm, nem tudom. Van még egyébként egy lehetőséged, ott még egy picit hosszabb részletet játszunk be, hogyha arra szükséged lenne. Annyiba segítsetek, hogy a sláger volt? Ez, igen. Igen, igen. Úristen. Ez egy nagy sláger volt, igen. Na még egyszer. Ez a forog. Igen. De igazság szerint mind, az kicsit nekem az jutott eszembe, hogy a zene amilyen lett így lelassítva, mint amikor az ilyen régi filmekben így a lovon így lassítva jönnek be a városba a honfoglalók is. Ja, Istenem. Ilyet a következő dal? Úristen, ez igen. Most gyorsítva lesz. Szuper. Ja, és ugyanúgy három lehetőséged lesz. Oké, okay. Jöhet. Na hát akkor ezt még egyszer. Ez a Phoenix! Így van. Ez könnyebb volt, mint lassítás, vagy ez nehezebb? Könnyebb gyorsan, mint lassan, uh-huh. Mert a lassítás az teljesen eldeformálja az egészet. Ez viszonylag gyorsan ment, igen. Ennek örömére a harmadik is lassítva lesz. Szuper. Halványilag őzöm sincs. Nem baj, van még két, okay. Két részlet. Még két lehetőség igen, igen, van. Igen. Valami szívem. Én ez tudom. A túlavarás egyen? Igen. Nem lassítottuk be eléggé. Nem a szívemből abból jött, hogy ez ott az elején ott van valahol. Tehát ez nagyon jó. Ez háromból három. Háromból három pont, így van. Hát nem elsőre, de... De megvan, és jó. Ez a lényeg. De most van még számodra, még ennél is izgalmasabb játékunk. Így van. Úgyhogy... A következő játékunk az az alapra dal. Adni fogunk neked három alapot, illetve négy kártya lesz előtted, és ki kell húznod egy dalcímet, és arra az alapra, amit mi adtunk, el kell énekelned, rá kell illesztened. Hűha! Annyi kis plusz van most ebben a játékban, ugye általában ugye nem szoktuk ezt a lehetőséget megadni, de hogyha nem tetszik esetleg egy alap, egyszer lehetőséged van passzolni. Oké. Okay. Hallgassuk meg akkor az első alapot, és akkor... Utána húzod a kártyát, így van. Jó. Jó, húzzak. Ébredj fel! Ha. Na, kíváncsiak vagyunk nagyon. Hogy éld meg a táncot, azt kívánom, szeress, hogy éld meg a jót. Mostan majd a zene, csak tépd el a láncot, forog a világ, mint dalomban a szó. És jó. Az még így is ilyen jól szól. Zseni. Hát szerintem ezt nagyon jól megoldottad.
Igyekeztem. Jöhet a következő? Jöhet, aha. Bocsajába léptem. Hát, szerintem ez ezen a novemberhez sem ennyire nem fog passzolni. Válaszunk. Harmóniában, meg úgy mindenben. Úgyhogy én kérek szépen egy másikat. Elhasználd akkor a passzodat. Elhasználom a passzomat, yes. És szeretnék kérni egy másik alapot. Na, hallgassuk. És ezt a dalt kell rá énekelnem? Kukorszak fáradt minden szív, búskorszak földön égen kív. Állj, félre változzat, találj rám, veled dúdulnám. Kicsit diszharmónia, de azért jó. Figyelj, szerintem én elfogadom, hát szerintem kihoztál belőle minden, nekem is lehet. Meg főleg úgy, hogy nem tudom, hogy mi jön a zenében, hogy ott mit fog lépni, igen, vagy mit fog következő változtatni. Na, jött a következő. Jézusom. És melyik dal lesz rá? Na. Na. Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szobát, szeretem az est otthon melegét, szeretem a csókot éjjeli tüzét, szeretem az álmok rejtett aranyát, szeretem a táncok tiszta tavaszát, szeretem a csönd égi örömét, szeretem a csókot éjjeli tüzét. Szerintem profi. Így van. Nagyon profi. Megvettél minket. Te engem teljesen szerintem ez, és ez szerintem így zárásnak ilyen. Tényleg, szerintem tök nagyon jó volt. Köszönöm. Van még számodra egy utolsó játékunk, ha benne vagy. Abszolút. Hoztunk neked emojikat. Aha. Ötöt kell majd kihúznod belőle, és egy történetet kreálnod ezekből az emojikból. Az öt darab emojiból? Az mindegy, hogy rakom őket sorba? Teljesen mindegy. Teljesen. Rád van bízva. Na, itt vannak. Ide hoztuk neked a kis emojikat. És akkor ötöt húz ki belőle. Amelyik szimpatikus? Ez egyik. Ezt sose tudtam eldönteni, hogy ő mit akar, ő most fürdik, vagy éppen dohányzik. Hát ez majd a történetedből kiderül. Azért akkor így, hogy lássák a kis nézők, rózsácska. Ja, Istenem, ő mi egy oldalas? Oldalas, igen. Jó. Na, akkor most ezt így szembefordítom magammal, és akkor nézzünk egy történetet. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Ő volt Lilike. Lilike nagyon boldog kislány volt, főleg azért, mert végtelenül szerette a barackot. És képzeljétek el, hogy egy nap talált egy szív alakú barackot a fán. Annyira boldog lett, hogy úgy döntött, ezt a barackot elviszi vacsorázni. És ő lesz a legjobb barátja. Gyorsan megfürdött, megmosakodott, hogy szép és tiszta legyen, és persze illatos. Vitt magával egy rózsát is az útra, hogy biztosan meg tudja lepni az ő kis barack barátját a vacsorán. Ezt a rózsát nekiadta az asztal mellett, és rendeltek egy fantasztikusan finom oldalast. Örök barátság fűződött köztük, ami máig is él, ha meg nem haltak. És mennyire jó, hogy ezt olyan hangon adtad elő, hogy rendesen leszinkronizáltál egy történetet. Kislányommal szoktunk ilyet játszani, hogy mondunk egymásnak három vagy négy random szót, és akkor írjunk belőle mesét, és ezt szoktuk a kocsiba játszani, amikor megyünk jobbra-balra, amit éppen meglátunk, és az a lényeg, hogy minél jobban ne passzoljanak össze ezek a dolgok, és hogy abból mondunk mesét egymásnak. Akkor rutinos hát mesegyártó vagy már. Rutinból jött. Hát ez volt az utolsó játékunk,
Úgyhogy köszönjük, hogy aktívan részt vettél bennünk. Reméljük, hogy tetszett neked is. Én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást. Van még egy bevezetett záró akkordunk. Ezt a kérdést ezt minden vendégünknek föltesszük. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogyha az eddigi életedből készülne egy film, akkor ennek milyen címet adnál? Zámok útján. Szép és sokat mondó szerintem. És szerintem abszolút passzol hozzád is, és a beszélgetéshez is. Remélem. És akkor hoztál még nekünk egy előadást is, így egy dalt, van. Úgyhogy hallgassuk meg még azt. Hát én fantasztikusan éreztem magam ezen a mai forgatáson, remélem nektek is tetszett, úgyhogy búcsúzóul még szeretnélek meglepni benneteket az én egyik kedvenc népdalommal. Fogadjátok sok szeretettel! Úgy elmennek rózsám valamerre, Bukovina kellős közepébe. Ott leszállok tulipán képembe, édesemnek háza elejébe. Kötő nekem gyöngyöt e nyakamra, sejem övet karcsú derekamra. Vízet iszom, mikor kedvem tartja, s azt ez csak úgy, ha édesem adja. Azt ez csak úgy, ha szájából adja, mint kis madár e fiát itatja. S azt ez csak úgy, ha szájából adja, mint kis madár e fiát itatja.